Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim, ez itt a Hét Ember, és a Hét Ember nem más, mint Kovács Dorka, fitnessbajnok. Szervusz, üdvözöllek! Szia, Andor! Azt meséld el nekem, hogy honnan jött ez a beidegződés, vagy ez a becsípődés, mert akiről én eddig beszéltem, hogy fitness, meg fitnessbajnokság, az azt mondta, hogy az több, mint elhivatottságnak kell, nem, már szinte őrültnek, de megszállottnak mindenképpen. Igen, hát mindig is sportoltam, tehát egészen kicsi korom óta, egy 11 évig atlétikáztam. Mit csináltál? Gátfutó voltam. És egy sérülés miatt abba kellett hagynom, de azt nem bírtam, hogy ne csináljak semmit, úgyhogy úgy gondoltam, hogy edzőterembe megyek. És mivel hogy semmi tapasztalatom nem volt, ezért kerestem egy személyi edzőt, aki segített abban, hogy megismerjem a gépeket, hogyan mit kell csinálni. A cél az volt, hogy formásodjak. Egyáltalán nem akartam versenyezni, egyáltalán nem szerettem volna túlizmos lenni, ahogy a lányok ezt így fogalmazzák. És mivel egy női edzőm volt, ő elindult egy versenyen, a Fit Parádén, ahova elkísértem. És megláttam ezeket a bikinis lányokat, és azt mondtam, hogy egyszer én is ilyen szeretnék lenni. És innen indult az egész tulajdonképpen. Na de akkor tisztában voltál vele, hogy ez mit jelent? Nem még akkor. Azt gondoltam, akkor magyarázok el azoknak a nézőknek, többek között nekem is vagyok az a fitness modell, hogy igazából mit jelent ez, hogyha mondjuk tudod azt, hogy júniusban van egy verseny, akkor hogy kezdődik a karácsonyi vacsora? Hát ez egy éves felkészülést jelent durván, tehát van egy alapozó, egy tömeggelő és egy szálkásító szakasz. Álljunk meg egy pillanatra, mit jelent a tömeggelés és mit jelent a szálkásítás? Igen, hát a tömeggeléskor minél minőségibb ételeket fogyasztunk. Eddig jó vagyok. Ugye? Igen. És nagy súlyos edzések vannak. Itt már kiestem. Igen, és úgy körülbelül a verseny napjától visszaszámítva egy olyan 8 és 12 hét az, amikor kezdődik a versenydiéta, ez... Hát ez azért már nehéz, mert itt annyira szigorúan be kell tartani, hogy semmi más nem létezik, csak az, ami a papírra le van írva. De például mi egy versenydiéta? Hát nekem, mert ez mindenkinek más, nyilván nem vagyunk egyformák, nekem reggelire volt tojás vagy tojásfehérje, ez uborkával. Egy darab? Három. Három. Már nagyon három, igen. Uborkával. Ez egy het, vagy egy napi 5-6 étkezést jelent egyébként, és nekem csirke volt vagy hal. 600 gram per nap, tehát az úgy 6 fele szétosztva. De várjál, miért még nekiugrálnánk? Tehát 600 gram, tehát ez azt jelenti, hogy ez 5 étkezésre szétosztva? Hát 6. 5-6 étkezés vele. 100 grammonként lehetett elfogyasztani. És akkor volt olyan nap, amikor volt mellé szénhidrátom, tehát rizsem, és volt olyan nap, amikor nem volt mellé szénhidrátom, aznap csak uborkát és húst fogyasztottam. Ez elég jól hangzik, és ez hány hétig? Hát ez 12, 8-12 hét. És akkor ez mennyi edzés párosul? Reggel, hát napi 2, hetente úgy durván minden nap. Reggel volt egy éjgyomros kardiom, 45 perc vagy 1 óra, attól függ, hogy fogyasztottam-e szénhidrátot vagy nem. Én értem, hogy ez a szakzsargomban tökéletes, és a terminus technicusban igen erős vagyok, de hát ha van rajtam kívül, aki még úgy nézi ezt a műsort, hogy fogalmas nincs, miről beszélsz, mi az a kardió? Hát nekem a lépcsőzőgép volt a kardió, tehát itt ugye egy kicsit segítjük a vízhajtást és a zsírégetést. Tehát 45 percen keresztül lépcsőztél. Így van, vagy egy órán keresztül. Ezt ha elromlik a lift egy 15-es házba, akkor akkor ez nagyon jó fel lesz szaladgálni, igen. És akkor este volt egy súlyzós edzésem, nyilván izomcsoportonként szétszedve naponta, és edzés után még egy 20 perc, fél óra kardió, szintén lépcsőzőgép. És akkor eljön a verseny pillanata. Hál' Istennek. Igen, akkor már nagyon... Akkor már nagyon fáradtak vagyunk. Ott mi történik? Tehát miért olyan barna mindenki? Azért, mert megérkezünk a helyszínre, és ott vár minket a barnítóstáb, a proteinesek, és mindenkit lefújnak egységesen egyszínűre, hogy mindenki ugyanúgy nézzen ki a színpadon. Ez világviszonylatban kötelező? Igen. Egyébként, igen. Nyilván a fényekkel a színpadon ez a szép barnaság jobban megmutatja az izmokat. Ki dönt arról, hogy ki bajnok? A bírók, a zsűri. De mi alapján, mert mondjuk egy 100 méteres gátfutásnál nagyjából világos, hogy aki először odaért és nem hibázott sokat, az nyert. Vagy egy autóversenynél is, aki először befut. Itt mi alapján döntenek? Igen, ez egy elég szubjektív sport egyébként, de minden szövetségnek megvan a saját kritériuma, nézik a szimmetriát, az arányosságot, a lányoknál a sminket, a hajat, a fürdőruhát, tehát ugye az egész összképet, az arcot, a mozgást. Tehát lehet valakinek nagyon jó fizikuma, hogyha nem tudja megmutatni, tehát ha nem tud szépen pózolni, nem mosolyog, kicsit ilyen robotos a mozgás, vagy látszik rajta, hogy egyáltalán nem érzi jól magát a színpadon.
Itt kell egy külön koreográfiát mindenkinek betanulni, vagy ugyanazt kell betanulni mindenkinek? Alappózok vannak, van 4 alappóz, egy szembepóz, 2 oldal és egy hátpóz. És általában egy ísétát kérnek, ami nem más, mint a színpad közepéig besétálni, megcsinálni a 4 alapfordulatot és visszasétálni, beállítanak minket a helyünkre. Ez nem hangzik olyan bonyolultnak? Nem hangzik bonyolultnak, de egyébként az, mert teljesen éhesen, kivízhajtva, nagyon fáradtan állni kell és tartani, feszíteni minden egyes kis izmunkat. És kezdve mosolyogni. Igen. Hova lehet ebbe tovább fejlődni? Mert úgy tudom, hogy vannak szintek, amiket, hogyha az ember átlép, akkor egyre inkább elvesztődik a lehetőség arra, hogy az ember normális életet érjen, mármint úgy, hogy dolgozzon, mert hogy ez egyre nagyobb elhivatottságot igényel, és akkor egyre följebb lehet lépni a ranglétrán. Tehát mi a csúcs ennek a dolognak, hogyha értsük meg, hogy hogy működik ez? Hát a leges legcsúcsa, amire nyilván mindenki vágyik szerintem, az IFBB, ők a legnagyobb szövetség. Nekik van ez az Olimpia nevű versenyük, ez a legrangosabb verseny a testépítők körében, és hát nyilván mindenki életében egyszer szeretne legalább elindulni ezen a versenyen. Mi kell ahhoz, hogy elindulhasson valaki? Hát elsősorban egy IFBB profi kártya, amit azért nem könnyű megszerezni. Az hogy lehet megszerezni? Hát ilyen profi kvalifikációs versenyeken kell hozzá elindulni, és nyilván meg is kell nyerni ahhoz, hogy megkapjuk a pro kártyát. Ja, tehát a profi kártya akkor kapható meg, hogyha egy ilyen versenyt megnyer az ember. Tehát igen, a második, igen. Harmadik nem számít. Így van. Tehát ezt meg kell nyerni mindenképp. Meg kell nyerni, és így akkor kvázi a győztesek klubja ez a bizonyos fajta olimpia, ahol igen. Már kiteljesedhet az ember. Igen. De ez nagyon sok pénzbe kerül, nem? Ez nagyon sok pénzbe kerül. Ez nyilván kezdőként, meg amatőrként több pénzt fogok belefektetni, mint amennyi visszafordul, de hogyha esetleg szerez az ember szponzorokat, akkor utána nyilván egyszerűbb. Mennyire elfogadott ez a sport, gondolván arra, hogy azért itt óhatatlanul felmerül a dopping kérdése? Óhatatlanul felmerül. Hát én úgy látom, hogy egyre jobban elfogadott egyébként, mert most úgy látom, hogy nagyon nagy divat ez az egészséges életmód, meg mindenki személyedző és sport, ilyen influencer, meg nem tudom micsoda az Instagramon. Szerintem most ez a divat, és ezért mindenki jobban elfogadja ezt most. De azért kérdezem, hogy te magad azért a sportolói világban már jártas vagy, hogy valóban, mert mindenki attól fél szerintem, aki itt kívülső laikusként van, hogy esetleg föltűnnek azok a szerek, amelyek utána 10-20 év múlva hazavágják a májat, vagy bármilyen. Hát ezt mindenki maga választja igazából. Tehát nem muszáj. Tiltva? Nem. De tiltva kéne, hogy legyen. Tiltva van. De nincs ilyen dopingvizsgálat. Nem minden szövetségnél. És ennél a nagy szövetségnél van, vagy annál pont nincs ez az olimpia meg? Hát az a helyzet, hogy egy olyan szintet elérni naturálként szerintem már így nem nagyon lehet. Tehát aki abban szinten van, ott már kénytelen, hogy igen, valamihez máshoz nyúlni, igen. De aki jó minőségű dopingszerrel csinálja, az nem kell, hogy gondolkozzon. Mi lehet a jó minőségű? Ilyen fehérje, vagy mi vagy? Nem, ezek az az igazság, hogy a dopingszerekhez, meg a szteroidokhoz én speciál nem nagyon értek, mert sosem használtam. Ezt mindig szakember segítségét kell hozzá kérni. És az izomot növel, vagy mit tesz? Igen, segít megtartani az izomtömeget a diéta alatt is. Ja, mert hogy értelemszerűen a diéta alatt is. Igen. Ki az, aki ezt elviseli? Mert hogy valljuk meg őszintén, azért ez kihívásokkal teli, mondjuk a család részéről is, nem? Hogy az a család velem szerintem jól járt. Igen? Igen, mert hogy én eldöntöttem magamban, hogy ezt én választottam, ez nem az ő hibájuk, rajtuk nem tölthetem le nyilván a feszültséget. Mert ez úgyhogy feszültséggel jár. Én tudom, hogy ha kihagyok egy étkezést, én már feszült vagyok, nem hogy kihagyok 12 hét étkezést. Igen, párszor én is részt vettem ilyen családi ebédeken, vacsorákon, úgyhogy én vittem a kis dobozomba a csirkémet, meg a zuborkám. Igen, és akkor ott mindenki jó ízűen evett, de hát egy cél lebeg a szemem előtt, és igazából nem annyira vészes egy ilyen vacsora. Miért fontos ez a cél? Mert mindenkinek kell, hogy legyen cél az életében szerintem. Tehát most, hogy vége a versenyeknek, nekem számomra a szezon véget ért idén, az őszi, egy kicsit céltalannak éreztem magam úgy egy-két napig, de most már megint motivált vagyok majd a tavaszi szezonra. Láttam egy képet az Instagramon talán, hogy a verseny után egy jó hangulatú gyors étterembe. Így van.
Ez így történik. A verseny után általában mindenki megrohamozza az első McDonald's-ot, vagy Burger King-et, vagy bármilyen gyors éttermet, amit talál. Ugye ilyenkor azért vissza kell tölteni a raktárakat, amik kiürülnek. És akkor olyankor 2-3 nap nagy zabálás, vagy hát így van? Hát egy, nekem egy, nap. Egy, igen. Maximum egy, mert aztán igen. Baj lesz belőle. Igen, és akkor utána szép fokozatosan vissza kell vezetni a vizet is, meg az ételt is, hogy ne az legyen, hogy felpuffadunk, bevizesedünk, fáj a hasunk, nem tudunk megmozdulni. Hol van ennek a, mármint olyan szempontból a határa, hogyha valaki ezzel szeretne foglalkozni, de mondjuk nem akar Miss Olympia lenni, hogy nagyjából hol lehet belőni ezt a határt, ami még úgymond egészséges, de még nem megszállott. Tehát, lehet hogy nem határ? Akar versenyezni? Igen, igen, hanem hogy, tehát hol van az a lépcsőfok, ameddig el lehet jutni anélkül, hogy az ember... Hát ott, hogy nem versenyzik, nem indul el versenyen. Tehát élhet egészséges életmódot, járhat edzőterembe heti 5-6-szor. Nem muszáj, hogy elinduljon versenyen. De ha szeretnék kipróbálni, egyébként szerintem megéri. Vannak ilyen amatőr, ezek szerint vannak ilyen amatőrversenyek, amik nem adnak ilyen kártyát, viszont lehetőséget teremtenek arra, hogy már te edzősködsz is, vagy azt nem, pedig nem? Nem, egyébként elvégeztem az edző iskolát, de még nem. Az majd egy távolabbi cél. Igen. Hány évet adsz magadnak, hogy olimpia legyél? Legalábbis oda kerülj. Őszintén szólva, én nem szeretnék az olimpián elindulni. Uh-huh. Én inkább ilyen pénzdíjas versenyeken szeretnék majd indulni, hogy egy kicsit úgy érezzem a törődést. Jó, hogy balanszba kerülj mindaz, amit befektettél az értető, de... Én ezt tényleg élvezem csinálni. És ebben hány év lehet? Tehát hogy szokott ez lenni? Hogy... Igazság szerint vannak plusz 35, plusz 40 és 50 feletti kategóriák is a versenyen, tehát ezt tulajdonképpen életünk végéig csinálhatjuk. Szép korúak is elkezdhetik? Így van. Ez egy jó hír, akkor még van esély, hogy egyszer majd még testépítő legyen. Sőt, most már fit anyuka kategóriák is vannak, tehát anyukák is jelentkezhetnek. Tehát akkor előtted az élet. Engedd meg, hogy én a magam részéről gratuláljak az a kitartáshoz, amit látok, meg érzékelek, meg sok sikert minden egyes versenyhez. Köszönöm szépen. És hát a tévé meg a maga nevébe fogadd el ezt a kis díjat. A hét emberét, ami még nem köszönöm a Miss Olympia ugyan, és nem is pénzdíjas, de mindenképpen szépen. Egy jelzésért annak, hogy van értelme kitartóan küzdeni és dolgozni. Nagyon szépen köszönöm. No pláne még megjegyezve, hogy szerintem még edzőnek se leszel hibátlan, hanem kiváló leszel. Köszönöm szépen. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál. Hölgyeim és uraim, mi nem sokára folytatjuk. Ez továbbra is a hét ember, és a hét ember nem más, mint Huszár Fanni. Azt hittük oda, hogy feltörekvő fiatal újságíró. Így miért van. Pont az újságírás? Jelenleg most a Metropolitan Egyetem hallgatója vagyok, ahol médiát tanulok. Emellett engem érdekel a műsorvezetés, de mindenképp a médiában szeretnék elhelyezkedni. Na de miért? Mert ez az életem, és szeretem megmutatni önmagam. És, ez az erővel lehetni festő is. Igen, igen, így van. De engem pici koromban is mindig a színpad éltetett, hogy ott önmagam tudok lenni, meg tudom mutatni magamat, és tényleg most jöttem rá igazából, hogy marketing területe is érdekel, de ott ugye háttérbe szólok, és nem látnak az emberek. És tényleg én egy olyan lány vagyok, aki szereti megmutatni a tehetségét, és kibontakozni ebbe a világban, úgyhogy... Igen. Miben vagy te tehetséges? Nagyon régóta éneklem, pici koromban táncoltam, és... De ez az erővel lehetné színész is, miért pont újságíró akarsz lenni? Mert úgy gondolom, hogy az újságírásba a véleményünket is bele tudjuk ugye rakni, és szerintem nagyon fontos, hogy tényleg olyat csináljunk, amihez értünk, és már 14-15 éves koromban is nagyon sokat kezdtem el írogatni. Otthon is leültem, és oldalakat írtam. Nagyon érdekel. 14 évesen miről írtál oldalakat? Volt ott egy nagyon nagy életmódváltásom. Belefogtam az egészségtudatosságba, és nagyon elkezdett ez az érdekelni. Ez mit jelentett az életmódváltás? Nekem volt egy nagyon nagy fogyás az életemben. Elkezdtem egészségesen enni, nagyon sokat sportoltam, és úgy gondoltam, hogy picit miért? Jobban...
Nem tudom, nekem akkor picit volt egy hízásom, mert abba hagytam a táncot, és ugye kicsit felborult a szervezetem, ugyanúgy ezen ettem. Ezen így vagyok 50 éve. Tehát egyszer abba hagytam a táncot, azóta felborult itt a szervezetem. Itt az embered. És ugye én úgy gondoltam, hogy akkor egy picit szeretnék formába lendülni. Ebben nagyon én belástam magamat, de olyan szinten, hogy tényleg napi szinten sportoltam, és nagyon elkezdtem ezzel foglalkozni. És akkor én írogattam recepteket is, étrendeket is írogattam, összeírtam, mit, hogy csinálok, és tényleg annyira belástam ebbe magamat, hogy pár évvel végeztem ebből egy iskolát is, és azóta így komolyabban foglalkozom ezzel. Napi szinten tényleg ez az életem része, úgy reggelizem, úgy ebédelek, úgy uzsonnázom, napi 5-ször étkezem, és úgy gondolom, hogy ez mindenkinek be kéne vezetnie az életébe, mert szerintem ez egy olyan fontos dolog, hogyha tényleg ez így napi szinten a rutinunk, akkor a élet más területein is nagyon jól tudunk helytállni, mert sokkal jobb ugye a kedvünk, a kiegyensúlyozottabbak vagyunk, életerősebbek, és én ebben hiszek, úgyhogy szeretném ezt a fiatalságnak is, meg esetleg a szépkorúak körében is ugye bevezetni, mert ezt egy nagyon jó dolognak tartom, és tényleg mindenkinek erre oda kéne figyelnie. Azt mondod, hogy képes vagy arra, hogy összeállítsa olyan étrendeket mondjuk idősek számára? Kérdezem ezt tamáskodva, mert tudom, hogy nem sokára indul egy ilyen tanfolyamot, mondta a tiszteletársaság szervezésébe, de hogy összeállítani egy olyan étrendet, egy olyan mozgás folyamatot, vagy mozgás pillanatokat, amelyek alapján jobbá válhat az életminőség? Így van, és ezt szeretném is, mert nyilván szerintem egy bármilyen korú hölgynek, vagy férfinak, vagy esetleg tényleg a szépkorúak körében is nyilván nem lehet egy olyan étrendet tartani, hogy most gramra kimérjük pontosan a dolgokat, nem is kell, mert ez nem erről szól. De én hiszek abba, hogy tényleg bármilyen korú korosztályban is tényleg lehet arra figyelni, hogy egy egészséges reggelit is úgy állítsunk össze, hogy finom legyen, de emellett tényleg tápláló legyen, mert eltünk egy kiflit is egy vajjal, meg egy szelet párizsival, de ehetünk egy nagyon nagy tál zabkáslettel, egy gyümölcsökkel, magvakkal, ami sokkal táplálóbb, szerintem finomabb is, és tényleg energiát ad, mint egy tényleg egy olyan táplálkozás, ami tényleg semmi nincs benne. Ilyenkor tamáskodva mindig azt mondják az idősek, hogy jó, de hát az ár. Nem, én ebben nem hiszek. Nem, egyáltalán nem, mert nem azt mondom, hogy meg kell venni a legdrágább dolgokat ebből, mert tényleg vannak olyan fitnesses dolgok, olyan proteinporok, meg nem tudom, amik nagyon magas áron vannak, de nem erről van szó, hanem egy kiló zab, mondok egy példát, 200-300 forint. Na, mondjuk azt esszük egy hétig. És akkor most miről beszéltünk? És rakunk bele, nem tudom, fahéjat, meg megízesítjük mézzel, meg rakunk bele gyümölcsöket, és kiosztunk egy reggeli 200-300 forintból. És most bevegyük a közértbe, megveszünk egy kakaócsigát, 300 forint, és adtunk egy, na, szóval nem, ezt akarom tényleg így mindenkivel. Tehát, hogyha jól értem, akkor ez a tanfolyam olyan lesz, ami világossá teszi azt is, hogy mit, hogyan lehet beszerezni, hogy így lehet van. Ezt a legvatrásosabban kihozni. És én ezt szeretném is megmutatni, mert mindenki ugye, amikor azt mondom valakinek, hogy zabkás, ez úristen, de hogy csinálod, meg úgy, milyen nehéz, na, nagyon nehéz, kb. 2-3 perc, és mikor másodszor, a harmadszor megcsinálja az ember, teljesen könnyen megy, de ezer dolgot lehet még csinálni. Például reggel én most zabsütit reggeliztem, az annyi az egész, hogy bögrébe beraktam 50 g zabot, kis kókuszlisztet, vagy még az se kell, egy tojás, kis tej bele, valami édesítőszerű, sütőpor egy pici összekavartam be a mikróba, kiszedtem, fölvágtam, tök jó, az egész egy süti, leöntöttem egy kis kakaóporral, gyümölcsöket raktam rá, mandulát, és ezt reggeliztem. Öt perc volt, és olyan volt, mint tényleg egy cukrászdába reggeliztem volna, és tényleg tápláló, kalóriában is pont jó, és itt ülök, és tényleg energiám van, érzem, hogy nem isik le a vércukorszintem, és megettem volna egy, nem tudom, szelet párizsit egy kis kenyérrel, most meg lehet, hogy itt jeleznék. Szóval, hogy én ebben hiszek, hát, hogy tényleg... Hát, hogyha aludni akarsz, nyugodtan dőjjél, hogy megvárjuk a végét, nagyban de nincs. De sosincs tényleg az éhségérzet rajtam, és mióta én ezt így csinálom, sokkal jobb a kedvem, tényleg illetvidámabb vagyok, mindenem megváltozott, úgyhogy... Ha elindul ez a tanfolyam, ez milyen gyakorisággal lesz? Tehát havonta, hetente lesz ennek követő módja, hogy akkor mindenki beszámolhat. Tehát szerintem... egy ilyen kis csoportba, hogy mindenki, mint az anonim alkoholistáknál elmondja, hogy ki mit főzött, hol hibázott, hol nem hibázott, hogy fog kinézni. Szerintem hogy... heti egy lesz először,
mert az alapokat átbeszéljük, meg én szeretném úgy elkezdeni ezt, hogy egy napunk hogy néz ki, vagy egy napja az embernek hogy nézzen ki, hogy legyen meg az a napi rutin, hogy a reggelit megcsinálja, hogy visz magán valami 10 órait, akkor ebéd általában mi legyen. Ez egy ilyen alap dolog legyen, majd nyilván mindenki saját személyre szabja, meg én is segítek, de hogy ilyen alap dolgok meglegyenek, akkor egy esti pici torna hogy néz neki. Úgyhogy ilyen alap dolgok először, aztán nyilván, hogyha valaki ebben jobban bele szeretne mélyülni, akkor lehet ugye konzultálni heti szinten, vagy heti kétszer, de szerintem az heti egy, ez így normális lenne. Te, hogy kialakítod ezt a csoportot, konzultálsz-e valaki, gondolok ilyenre, hogy diabetikus, meg akinek mondjuk éppen magas vérnyomása van, tehát belgyógyászra és többivel, tehát hogy specifikus mondjuk a szépkorúak tábor, ahol már ugye azt mondják, hogy ha 50 év alatt az ember fölkez és nem fájt valami, akkor nem is létezik igen, már. Igen. És most mi a kérdésed, bocsánat? Hát a kérdés az, hogy valakire konzultálsz-e ezekbe az ügyekbe, mielőtt neki indulsz, vagy te már fel vagy vértezve ezekre? Nem, ennyire nem mélyedtem bele a dolgokba, mert nem is szerettem volna, hogy akinek vércukor, vagy bármilyen más problémája van, nekem vannak ismerőseim, meg orvosok, akik előtte beszélek, de én nem is szerettem volna ennyire belemélyedni ebbe. Most nekem az a fő célom, hogy amit én tapasztalok, amiket én eszem, ahogyan én élek, azt megmutassam másoknak, és ők is ugyanígy szeressék ezt. Most ez az első fő életcélom, aztán lehet, hogyha tényleg ez ennyire sikerülni fog, remélem, akkor lehet, hogy jobban ezt elkezdem tanulgatni, akkor már én is tudok segíteni ilyenekben másoknak. Gondolkoztál, hogy ezt elindított blog formájában, vagy ilyen YouTube csatorna kapcsán, mert hogy azt látom, hogy elképesztően népszerűvé kezdenek válni, és ma már a szépkorúak, tehát a mostani 60-65 éves, 70 éves, az ugye 89-ben 30-35 éves volt, tehát óvatatlan megtanulta a számítógép kezelését, igen. És innentől kezdve lehet, hogy hozzá is hamarabb eljutnám, mint hogy bejutni egy ilyen csoportba. Igen, jelenleg én most más felületeken posztolgatok, képeket szoktam kirakni a reggelimről, recepteket írok ki, úgyhogy most ezt csinálom. Gondolkodtam amúgy blogozásban, hogy recepteket ugyanígy bemutatnék, videókba tippeket adnék, úgyhogy még lehet, hogy ez is az elkövetkezendő. Biztos, hogy népszerű lenne, mert hogy nem csak ez divat, hanem szerintem ez a jövő útja, hogy mindenki, ahogy próbálkozik, találni valami olyat, amiben hisz, amit elfogad. Hát nagyon sokan innen indultak el, és tényleg így érték el sikereket, úgyhogy mindenképp. Én is gondolkodtam ilyenekbe. És hogyha visszatérünk egy kicsit, mert ugye most egy kanyar volt, aminek én nagyon örülök, és a szép kurak nevében is köszönöm, hogy lesz ilyen tanfolyam, hanem hogy az újságírás vagy a média munkás szerepkörben. Mi a te nagy vágyad? A legnagyobb vágyam, hogy műsorvezető legyek. Na de milyen műsori? Hát most, időjárás jelentés, nem? Fiataloknak szóló, például egy egészségtudatos műsor, nekem ez nagyon nagy álmom lenne, mert olyanba szeretnék ugye műsort vezetni, amihez közöm van, és tényleg hiteles legyen. Szóval vezethetnék én, nem tudom, hírad, mondjuk még az is lehet, ki tudja. Vezethetnék én, mint a híradót, de jó híradót. Igen, mondjuk azért az örülnék neki, de tényleg egy ilyen műsor nagyon örülnék, mert tényleg bele tudnám vinni az én ötleteimet is. Nagyon sok dologra gondoltam, hogy milyen típusú műsorok lehetnének, de valami ilyesmire gondoltam, egészségtudatos műsor, vagy valami reggeli 20 perces tippek, vagy reggeli készítés. Ilyesmi. Ez a reggelizem Fannival. Például. És onnan kezdve, hát akkor szóval mindenkinek, aki nézi a igen. Kereskedelmi csatornák közül, hogy akkor lehetne egy korán reggeli Fanni, mert nekem ez nagyon tetszett ez a recept. Van még ilyen recept, amilyen pikpaki pár készületi? Nem lövök el mindent, úgyhogy na jó, de még maradni. Egyet azért a bűvő. Jó. Sós vagy édes? Előbb volt édes, legyen sós. Jó, mindjárt összerakok valamit. Jó. Ugyanígy zabot rakunk egy kis edénybe. Felverünk benne két tojást, összekeverjük, sóbors, pici kókuszolajat kikenjük a serpenyőt, beleöntjük, megvárjuk, hogy egyik oldala kicsit megpiruljon, majd megfordítjuk, és egy ilyen zablepény. És akkor esetleg vágunk fel hozzá zöldségeket, vagy pici sonkát rakunk rá, vagy esetleg, hogyha sajtot rakunk még bele, összelapítjuk, és így beleolvad, és mondjuk cukormentes ketchuppal leöntjük. És egy mandulateljes kávéval, ez egy írtó jó reggeli. Engem megvettél ilyen szempontból, hogy bármikor szívesen reggelizek veled, hogy elkészítem, abban nem vagyok biztos. Viszont azért a lelkesedésért és azért a felajánlásért, amiért pont
mondta, szép kuraknak szeretnél segíteni, kérlek, engedd meg, hogy a tévé, meg a magam nevében is átadjam ezt a kis díjat, a Hét Emberek kis plakettet. Sok sikert kívánunk, és vagy feltörekvő média munkásként, vagy feltörekvő újságíróként, de szerintem elfogadott reggeli tanácsadóként is mindenképpen sok sikert a továbbiakban is. Köszönöm szépen a meghívást. Köszönöm, hogy itt voltál. Hölgyeim és uraim, önöknek is köszönöm a figyelmet. Ne feledjék, a Hét Emberére önök is tehetnek javaslatot. Találkozunk jövő héten, viszontlátásra.